Kedves nézők, egy nagyon különleges sporttal folytatjuk, amelynek a neve puller. Nos, ehhez azért azt kell tudni, hogy mindenképpen szükség van bizonyos eszközökre és kutyusokra is. Erről fogunk beszélgetni vendégeinkkel, Papp Dórával és Csoma Józseffel. Temi, aki puller világbajnok, érkezett hozzánk, és nagyon-nagyon figyel, és most pihenő fázisban van. Egyáltalán azt hiszem, hogy kevesen tudnak erről a sportról. Ti hogy ismerkedtetek meg vele, és mit kell róla tudni? Igazából én is csak interneten keresztül ismerkedtem meg első körben ezzel a sporttal, majd ugye ellátogattunk Temivel az első versenyünkre, és akkor ott szerelmesedtünk teljesen bele. Gyakorlatilag ez egy régi dolog, vagy még nagyon friss? Ez egy pár éves dolog, 2013-ban találta ki az alapítója. Maga a sport az egyébként a boxra épült, tehát az alapállása és a mozgása az teljesen olyan, mint ahogy a boxolók mozognak. Onnantól kezdve kezdték el népszerűsíteni a sportot maguk az alapítók, utána pedig egy bizonyos ukrán gyártó kezdte el gyártani a pullert magát, ami elég különleges összetevőkből van. Az első pullerek azok gumiból voltak, de rájöttek, hogy koptatják a kutyának a fogát. Uh-huh. Ezek a pullerek pedig nem tudjuk milyen anyagból vannak, mert féltve őrzik egyébként a titkot, de egy biztos, hogy minden kutya nagyon hamar rákattan a fogását és az anyagát illetően. Ugye gyakorlatilag ti hát nem csak ezzel a két kis kutyussal rendelkeztek, hanem gyakorlatilag foglalkoztak is ugye a kutyákkal kapcsolatos dolgokkal, állateledellel, és ahogy itt a beszélgetés előtt mondtad, összesen 4 kutyusotok van. Hogyha valaki megismerkedik ezzel a sporttal, akkor akár olyan eredményeket is elérhet, mint amelyet ti, pontosan azért már, hogy egy új dologról van szó, vagy azért itt egy kicsit többre van szükség, mint napi pár perces gyakorlásra. Mindenképp többre van szükség, ugye a zsákmányszerző ösztönre alapozódik az egész sport. Nyilván, ha a kutyában benne van ez az ösztön, egy picit egyszerűbb, de nyilván ennek is megvannak a maga szabályai, hogy hogyan kell történnie. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen az embernek az életében valamilyen kutyás előkészség, hogy ő már foglalkozott kutyával. Ugye azért Dóri az előző kutyájával, egy spániellel összerakott egy agilitis kutyát, köztársaság bajnokok lettek, akkor ugye jött a puller, amiben Temi kifejezetten jó, ugye alapvetően két részből áll, a jumpingból és a runningból. Nagyon kevés olyan kutya van, amik mind a kettőből jó. Van egy staff bull, aki jelenleg a jumping rekordot tartja. Tehát Temi és Dóri összetett világbajnokok lettek, ami azért azt mutatja, hogy jumpingba és runningba is nagyon jók. Nem kis munka van belerakva. Mennyi? Azért mondjuk el, hogy azért nem annyi, mint egy agility, de hónapok, tehát egy bő fél év ehhez is kell. De ez kutyától is függ. Tehát ez a kutya készségétől függ, hogy milyen az apport készsége, azt mennyire kell kialakítani, mennyire tud ereszteni, mennyire tud fogni. Például nála az eresztés, mivel ő egy pitbull, a bull típusú kutyáknál az eresztés az elég érdekes, a fogással általában nincsen gond. És itt a váltásokra kellett ráhelyezni igazából a hangsúlyt. Ezért van az, hogy akik Magyarországon képviselik a pullert, ők régiókra osztják Magyarországot, valamint képzőkre. És Dóri jelenleg Szabolcs megye egyetlen puller képzője és bírója hivatalosan. Milyen volt maga a világbajnokság? Hogy éreztétek? Fantasztikus élmény volt. A prágiaiak nagyon felkészültek voltak, mint szervezésben, mint igazából a kutyás társadalomként is hihetetlen. Ugye a kutyusok számára tulajdonképpen végül is ez egy játék, hiszen ők nem tudják, hogy egy világbajnokságon vannak. Magát a sikereket igazándiból ugye a gazdik, vagyis a trénerek aratják le. Hogy érzitek, milyen jövő előtt áll Magyarországon mondjuk ez a fajta kutyasport, a puller? Hát nagyon reméljük, hogy sokan rá fognak harapni, mert azok a kutyák, mint például amilyen Temi is láttátok műsor előtt, hogy elég izgága, hogyha mondjuk egy bicikli mellé rakjuk ezt a kutyát, vagy elkezdünk vele foglalkozni, komoly óra lefárasztani. Viszont ezzel a sporttal egy olyan negyed óra, 20 perc alatt a hétköznapokban is elég komolyan le lehet fárasztani a kutyát, és akkor nem fog még éjszaka is az agyunkra menni a járkálásával, mert alapvetően mi kutyások vagyunk. Mi nem élünk tévhitbe, mi nagyon jól tudjuk, hogy a gazdák
milyen problémával küzdködnek nap mint nap házi kedvenceikkel. Van, amelyiket a saját kutyája megharapja, nem mer hozzányúlni. Erre szoktuk azt mondani, hogy vagy csinálsz vele valamit, és lesz egy-két napig lelkiismeret furdalásod, vagy lesz egy problémád 10 évig. Vagy van ez a lehetőség, hogy így vezetjük le a kutyának a felesleges energiáit. Ugye arra gondolsz, hogy gyakorlatilag a szerepeket tényleg a kutya felé le kell osztani, tehát tudnia kell, hogy ki a főnök, és ettől kezdve esetleg ezek a problémák egy kicsit orvosolhatóak. Ugye, és ez ebben a sportban is így van egyébként. És nem minden kutya él mondjuk egy hatalmas kertes házba, tehát úgy gondolom, hogy főleg az, aki a 8. van, és naponta néhányszor tud lemenni, annak meg rettenetesen fontos, hogy ezeket az energiákat le tudja vezetni. Hát a boltunk révén hozzám elég sokan jönnek viselkedési problémával, elég sokan kérnek tanácsot. Nekem az a személyes nagy tapasztalatom, hogy az emberek általában nem tudják megválasztani helyesen, hogy milyen kutyát is vegyenek panellakásba. Inkább az esztétika dönt, hogy mondjuk neki tetszik a... Hát mondjuk legyen aranyos, legyen ölbe kutya, lehessen neki bündyörgetni, de az a probléma, hogy sokszor olyan kutyákat is választanak, amely egyáltalán nem családcentrikus. És akkor meg vannak rajta lepődve, hogy a gyereket megharapja a férjet, vagy akárkit a családban. Úgy gondolom egyébként nagyon ritkán biztos előfordul, hogy egy kutyának olyan a személyisége, hogy senki nem tud vele semmit kezdeni, de azért az esetek nagy részében szerintem nincsenek reménytelen esetek, ugye? Nincsenek reménytelen esetek. Pont nekem van egy kutyám, amelyet az Állatbarát Alapítványnál saját magamra haboztam ki. Ennek már több mint 2 éve, tehát ugye minden csoda 3 napig tart, erre már javarészt nem emlékeznek, csak úgy tényleg a kutyások, akik ismerik is Samut a mai napig. Őt hát viador kutyaként használták, és nem igazán volt kompatibilis más kutyákkal, nem igazán jött ki mindenféle emberrel, de hosszú foglalkozás után sikerült örökbe fogadni. Sikerült kutyák közé szocializálni, azóta nagyon szereti a kutyákat, főleg a mieinket, Temivel kifejezetten jól el van, és őnek is nagyon jót tesz például a pullersport, mert azokat a felesleges energiákat, amit ő fogással tud kiadni magából, azt ezzel az eszközzel megteheti. Arra kérlek, Dóri, hogy most amennyire itt a stúdióban van rá lehetőség, mutass valamit. Ugye a helyünk az meglehetősen pici, hoztatok különböző méretű pullereknek hívjuk ezeket. Igen. Az eszközöket? Egy ilyen szett, mindig 2 karikából áll, ebből 5 méret van ugye minden kutyához megfelelően. Ugye, mindig több ugye méret van, ahogy a kutya harapása, illetve a kutya mérete is. Úgy látom, hogy már maga a látvány is nagyon incsiklandozó, hiszen mind a 2 kutyus felpattant, és pont azt akartam mondani, hogy mondtad, hogy milyen izgága is, és mennyire nehéz a kutyussal, hát végig nyugodtan feküdt egészen addig, ameddig a játék lehetősége meg nem csillant. Nos, mit látunk? Ez a jumping. Uh-huh. Na, jól van, semmi baj. Ez a jumping ágazata maga ennek a pullernek, ugye van a running, amit most így a helyszűke miatt, jól van, semmi baj, helyszűke miatt nem fogunk tudni bemutatni, de igazából maga a sport, az nagy neked. Maga a sportra... Lehet, hogy lámpaláza van, tudod, ez nem minden napon televíziós felvételen. Maga a sportra erre 90 másodperc van, és akkor itt össze kell gyűjteni a legtöbb pontot így ugrálással. Uh-huh. És... mi számít pontnak, hogyha felugrik pontosan, igen, és be is, el is kapja? Igen, a legtöbb pontot ez a 4 lábas ugrás ér, uh-huh, úgy, hogy a kutya megfogja a pullet, és ugye tartja rajta a fogást is. És ha ezt 4 lábbal teszi meg, az 2 pont. Ha ezt csak 2 lábbal teszi meg, fölemelkedve, az csak 1 pontot ér. És ugye erre 90 másodperc van a gazdinak, hogy összeszedje a legtöbb pontot. És a running, a másik kategória, amiről beszéltél, amit most itt nem tudunk bemutatni. Igen. A running az pedig ugye gurítani kell a karikát, egy megadott méteren belül, és a guruló karikát kell elkapni a kutyának, és visszahoznia a start zónába, és akkor ezért 1 pontot. Minden más behozatal 0 pontot ér. Talán már csak annyit, hogy hány ponttal lettetek tulajdonképpen összetett világbajnokok? Hát ugye sajnos az első helyről a runningból úgy csúsztunk le, hogy 8 pontunk lett, ugyanúgy egy másik bulltípusú kutyussal, és itt ilyenkor van egy ilyen szétlövés, ami ugye úgy dönti el, hogy 3 dobást kell megtennünk hibátlanul, de ezt is időre. És ugye a másik kutyus egy kicsit gyorsabb volt.